Mai nap már többször is szó esett erről a bizonyos Simicska vona találkozóról, amelyről Vona Gábor azt mondta, hogy Simicska Lajos emberi és szimpatikus volt, amikor ők találkoztak. Hát erről is fogunk beszélgetni Reiner Rolanddal. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Végeztek önök egy hosszabb kutatást, erről is mindjárt szó kerül, de maradjunk egy picit ennél a bizonyos konkrét találkozónál. Nagyon érdekes ez a találkozó Simicska Lajos és Vona Gábor között, tekintettel arra, hogy előtte kígyót békát kiabált ugye a Simicska érdekeltségbe tartozó média birodalom, illetve a Jobbik egymásra. Mi történik itt tulajdonképpen? Lehet ezt tudni? Hát pontosan nem tudjuk, hogy mi történik, a jelekből tudunk következtetni, illetve ha mondjuk megnézzük, hogy a szereplőknek mi lehet az érdeke ebben az egész konkrét történetben, vagy a magyar politika alakulásából, akkor azt gondolom, hogy amit látunk, az mind a Jobbik, mind Simicska szempontjából ez a fajta lebegtetés, ez egy jó stratégia. Ugye a Jobbiknak az, hogy egy ilyen vállalkozóval tárgyal, és mondjuk felmerül annak a lehetősége, hogy egy komoly anyagi forrás áll be a párt mögé, ez ugye nagyon fontos, mert hát ahhoz, hogy egy kampányt tudjon majd a párt végezni, ahhoz kelleni fog pénz, illetve az, hogy egy ilyen mainstream szereplővel tud tárgyalni, az a pártnak a hitelességét is egyébként erősíti. Simicska szempontjából pedig nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy ő azt akarja jelezni, hogy az attól függetlenül, hogy megtörtént az a bizonyos szakítás egy évvel ezelőtt a Közt és a Fidesz között, ő a mai napig aktívan foglalkozik a politikával, és adott esetben képes arra, hogy a saját erőforrását mozgósítsa akár a volt pártjával szemben. De nem kölcsönösen, hogy mondják ezt, rossz ómenek egymásnak, hiszen azért Simicska Lajosnak a Jobbikkal, mint egykori fideszesnek, vagy most már nem is tudjuk minek, együtt lenni, vagy mutatkozni, és fordítva Simicska Lajossal együtt mutatkozni Vona Gábornak, illetve a Jobbiknak, ez nem furcsa legalábbis. Hát picit furcsa, mert hogy ha abban a szempontból közelítünk, hogy itt mondjuk rivális pártokról van szó, akkor furcsa, de ha mondjuk belegondolunk, hogy annak idején azért Vona Gábor a Fidesz környékéről indult, fogalmazunk így, tehát az azért a polgári körös időszakban kezdett elő aktívan politizálni, tehát az a fajta múlt, ami őt a Fideszhez köti, az mondjuk nem teljesen semmi is, illetve hát az a stratégia, amit mondjuk a Jobbik néppártosodásnak vagy Cukiság kampánynak hívunk, ami ugye Vona Gábornak a konstansan meghirdetett stratégiája, az tulajdonképpen harmonizál ezzel a koncepcióval, hogy minél közelebb kerülni a Fideszhez, minél közelebb kerülni ahhoz a mérsékelt vonalhoz, amit mondjuk korábban a Fidesz jelentett. Ha már a Jobbikról beszéltünk, akkor végeztek önök, amit említettem az elején, egy kutatást, vagy el is indítottak egyet, ami tulajdonképpen rendszeressé válik. Ugye ebben a következő számok jöttek ki, ugye a Fidesz 49%-on, a Jobbik 22%-on, az MSZP pedig 19%-on, a többi rökkörül mindjárt beszélünk. Így tulajdonképpen a Jobbik maradt, ahol már sokan mondták, második legerősebb pártként. Ez azért tulajdonképpen jelentős előnynek számít, mondjuk ez a 3%. Igen, most ebben a hónapban indítottuk el a havi rendszeres kutatásunkat. Ugye a Republikon Intézet korábban is végzett kutatásokat, ez mostantól havi rendszerességgel lesz. A Jobbiknak igazából a második helye gyakorlatilag a 2014-es EP választás óta állandósult, gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy a baloldal pártjai külön indulnak, illetve külön vannak mérve minden kutatás során. Azáltal a Jobbiknak a második helye az egy ilyen látványos eredmény tud lenni. Ugye az összeadott baloldalnak az eredmény egyébként magasabb, mint a Jobbiké. Mi mértük külön azt, hogy milyen kormányt szeretnének az emberek, ott is az jött ki, hogy a baloldali liberális pártokból álló kormány egy kicsivel erősebb, de kétségtelen, hogy ez egy nagyon fontos lélektani előny a Jobbiknak, hogy továbbra is ő a második erő. Illetve azt látjuk egyébként, hogy mondjuk a szeptemberben volt legutóbb mérésünk, hogy azóta nem nagyon tudott gyarapodni igazából a Jobbik, tehát amit a nyáron a Fidesz a menekült válság kapcsán megerősödött, az a mai napig megvan. De erre mondják ugye azt, hogy ha már nézzük ezt az ábrát, hogy ugye a 19-4-4-2, ez valóban több, mint a 22, de ez az, amit nem szabad állítólag összeadni. Mert hogy ugye nem tudjuk, hogy mondjuk az LMP a DK-val hajlandó lenne, vagy az MSZP-vel bármilyen szövetségre lépni, nem? Ez így van, de egyébként, hogyha az MSZP-t, a DK-t és az együttet adjuk össze, akkor az is magasabb. De valóban ez az összeadhatóság probléma, ez egy állandó kérdése, azt gondolom, hogyha a baloldali pártoknak az eredményével fogunk foglalkozni, vagy a választásnak a kimenetelét próbáljuk majd megjósolni. Mi ebben a kutatásban egyébként azért is használtuk, vagy vezettük be ezt az új kérdést, hogy nem párt, nem azt kérjük az a válaszadót, hogy pártot válaszol, hanem azt mondja meg, hogy tendenciát, hogy válaszol. Milyen kormány szeretne látni 2018 után. Ugye ez az a baloldal esetén gyakorlatilag eléri azt a
azt a kívánalmat, hogy nem pártot kell megjelölni, hanem azt kell mondani, függetlenül attól, hogy ezek a pártok hogyan fognak össze, milyen formában, mondjuk lesz egy előválasztás, vagy nem lesz előválasztás, de lényeg az, hogy milyen típusú, milyen irányban szeretnék látni az országot, és ebből a baloldali kormányokat 18, illetve a Jobbikot 16 nevezte meg. Ami érdekes számomra ebben az ábrában az az, hogy minél kisebb település felé megyünk, a baloldal annál inkább veszít, ha úgy tetszik, hiszen Budapesten tulajdonképpen, hogyha a bizonytalanokat nem számítjuk, akkor itt a budapestiek java része, a negyede, annak örülne, hogyha itt baloldali vagy liberális kormányzat lenne, és ha eljutunk a falvakig, vagy ott meg aztán a Fidesz vezet minden tekintetben. Igen, igazából ennek az ábrának, ezeknek az adatoknak az ad érdekességet, hogy az a tendencia, amit ön is mondott, ezt a választási eredményekben is láttuk, tehát, hogy a baloldal a nagyvárosokban sokkal erősebb volt, mint a kis településeken. Ami viszont érdekes, hogy a Fidesznek nem volt ekkora előnye ebben a falusi községi szinten, viszont a Jobbik nem volt ennyire kiegyenlített. Tehát ami mondjuk megváltozhatott az elmúlt egy évben, és amit ez a mérés mutat, az, hogy a Jobbiknak kiegyenlítettebb lett a szavazóbázisa, és valószínűleg az a különbség, mondjuk, amit ez a 37-15 között látunk, az a Jobbikhoz, vagy a Jobbiktól átment Fidesz szavazók, viszont az is egy fontos tanulság, hogy jelenleg nincs nagy különbség a baloldal és a Jobbik között a városi vagy a községi szinten. És van egy másik ábránk is, ami azt mutatja meg, hogy különböző végzettséggel ki mit gondol, mert mindjárt átváltjuk. Ott mi derül ki? Hát itt mondjuk azt látszik, hogy ez már kevésbé lineáris, tehát hogy ebből a szempontból nincs az a folytonos tendencia. Ebben talán ami a legérdekesebb, hogy az egyetemista és egyetemet főiskolát végzettek körében látjuk azt, hogy a baloldalnak van előnye, illetve egy baloldali kormányt jobban szeretnének. Gondolkodtunk ugye mögött mi lehet. Azt gondolom, hogy a tanártüntetések, illetve az egész pedagógus sztrájk, legjobban. Így van, tehát hogy egyrészt őket érinti, másrészt ez az a kategória, ami leginkább érzékeny az oktatás témájára, akik leginkább közel áll a tanárokhoz, az oktatáshoz, az iskolákhoz, és azt gondolom, hogy ebben a világban, vagy ebben a végzettségi körben tudott a Fidesz leginkább gyengülni. Meg az is nagyon érdekes, legalábbis az én szememnek, hogy az egyetemi főiskolai végzettséggel rendelkezőknél a legnagyobb a bizonytalanok száma is. Igen, egyébként ez a másik. Ebben egyrészt szerintem benne lehet az a tény, hogy ez a magas végzettségűek gyakran mondjuk sokkal többet gondolkodnak, sokkal megfontoltabban választanak, és ezért mondjuk a választási részvételük az magasabb, de a pártválasztásuk két választás között pedig alacsonyabb, tehát hogy ők sokkal inkább kivárnak arra, hogy melyik legyen az a párt, aki a legjobban képviseli őket. Hát akkor ezek után minden hónapban tudunk találkozni hasonló ehhez hasonló kutatásokkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm én is ezeket.